Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Haydn és Werner művek csendültek fel a belvárosi templomban. Családi nap keretében is ünnepeltek a makói pedagógiai szakszolgálat tagjai. Kovács Lászlóra emlékeztek Makón a labdarúgók. A második Haydneum egyházzenei fesztivál egyik programállomása volt Makón. A belvárosi Szent István király plémánia templomban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje szórakoztatta a közönséget. Vezényelt Vashegyi György. Az eseményre Farkas Éva Erzsébet polgármester is ellátogatott, aki köszöntőjében kiemelte: ünnep és nagy tisztesség, hogy Makó adhatott otthont a hangversenynek. Vashegyi György, Liszt Ferenc díjas magyar karmester 2017 óta rendszeresen koncertezik Makón. A komoly zenét kedvelő közönség a Purcell kórus és az Orfeó zenekar alapítójaként ismerhette meg a művészt. 2022. novembere óta új tisztséget kapott, főzenei igazgatójává választották a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak. A formáció műsorából a tavalyi esztendőben már ízelítőt kaphattak a makóiak, azonban most egy teljesen új repertoárral érkeztek a katolikus templomba, a második Haydneum egyházzenei fesztivál részeként. Vashegyi György kiemelten ejtett szót a hagymavárosiak kultúra szeretetéről. Nagyszerű közönség van itt mindig, és nagy öröm, hogy tulajdonképpen meglepően szofisztikált produkcióval hívtak meg először, hiszen Bach-Hámol misét korabeli hangszereken kaptunk egy ilyen meghívást Makóról, megkeresést talán 2016-ban, és 17 őszén szólaltattuk meg ezt a művet. Ez Magyarországon ritkán, Budapesten, a Műpában is, meg a Zeneakadémián viszonylag ritkán hangzik el a Bach-Hámol mise teljes egészében korabeli hangszeres előadásban, tehát szerintem nagyon megtisztelő volt, hogy itt felléphettünk ezzel a műsorral, és azt hiszem 2017 óta minden évben legalább egyszer koncerteztünk itt, elsősorban a Hagymaházban, de most már idén másodszor itt a templomban, és egyébként jövünk újra, tehát decemberben jönni fogunk a Hagymaházba egy csodálatos Bach és Buxtehude műsorral, az megint a Purcell Orfeóval. Ferenc pápa a művészek küldetéséről szóló gondolataival köszöntötte a vendégeket Farkas Éva Erzsébet polgármester, összegezte: a zene a lélek világa, amely szívünket jóságra és szépségre késztetheti. A zene a lélek együttrezdülése, nem csupán a közönség, hanem a jelenlévő előadók szívét is, a végtelen, az egyszerre transzcendens és egyszerre immanens teremtő felé tárja. A közel két órás hangversenyen olyan Haydn és Werner szimfóniák csendültek fel, melyek szakrális jelentéssel is bírnak, így egy komplex zenei csemegében lehetett részük a résztvevőknek. Családi napot szervezett a Csongrád Csanád megyei pedagógiai szakszolgálat makói tagintézménye a korai fejlesztés 30 éves jubileumának apropóján. Többek között jótékonysági futás, sütivásár, arcfestés, állatsimogató is várta azokat a családokat, akik szombaton délelőtt kilátogattak a Petőfi Parkba. Az eseményen befolyt összeget fejlesztő eszközökre és játékokra fordítják. Kis húrka, nagy húrka, tánc nyámat, a húrka, a nagyot nem dolgok, kicsi-kicsi fogatok. Zenés foglalkozáson is részt vehettek kicsik és nagyok egyaránt. Továbbá a bemelegítést követően egy jótékonysági futásra is meginvitálták a Csongrád Csanád megyei pedagógiai szakszolgálat makói tagintézményének dolgozói az érdeklődőket és az érintett családokat. A nevezési díjakból fejlesztő eszközöket, illetve játékokat szeretnének vásárolni. Kockás Anikó, tagintézményvezető kitért a feladatokra, amelyeket ellátnak a térségben. A korai fejlesztés mellett szakértői bizottsági tevékenységet végzünk, amiben a tanulási képességvizsgálatok a szerepel. Ezen kívül a nevelési tanácsadás során utazó gyógypedagógusi feladatokat látunk el. Nevelési tanácsadásban pedig a gyógypedagógiai és a pszichológiai tanácsadás is benne van. Dóci Margit immáron 22 éve dolgozik gyógypedagógusként, és 5 éve erősíti a korai fejlesztő csapatokat.
csapatot. Főszervezője volt a jótékonysági sütivásárnak, amelyet a szülők körében hirdetett meg, és nagy örömére sokan csatlakoztak a nemesügyhöz. Körülbelül 20 fajta süteményünk van, édes, sós, vegyesen, sőt van cukormentes, van tejmentes süteményünk. Gregor Szabó Gabriella és Siketné Torma Gabriella megosztották szakterületüket. Én konduktorként dolgozom, mozgásfejlesztéssel foglalkozom, és igazából az egészen piciktől, a néhány hónaposoktól az óvodáskorig bezárólag végzem a gyerekeknek a mozgásfejlesztéssel történő fejlesztését. 8 éve vagyok itt, gyógypedagógus pedig közel 20 éve. Előtte általános iskolai tanítónő voltam, de a tanítóképzőben én már a gyógypedagógia irányába elindultam, csak aztán volt egy kis kitérő, és az, hogy itt a kicsi babákkal foglalkozik, ez egy külön nagy ajándék a számomra, mert nagyon szeretem ezt a szakterületet. Monek Odett édesanyjával érkezett, és elmondta, hogy a Nyuszik simogatása szuperprogram számára. Háromban is fekete, meg szürke, fehér, és Bálink pedig pöttyös nyuszi. Balogni Döme Ágnes férjével és Lotti kislányukkal vettek részt az eseményen, aki szót ejtett arról, hogy érintett családként érkeztek. Meghívást kaptunk erre a rendezvényre a szakszolgálatnak a dolgozóitól, mikorábban a pedagógiai szakszolgálat korai fejlesztésén jártunk, és akkor ott fejlesztették a kislányunkat hetente több órába, és annyira természetes volt, hogy részt veszünk ezen az eseményen, mert hát sajnos mi ide tartozunk. Mi nagyon szeretnénk az állatokat megsimogatni, mert van állatsimogató, Lotti meg nagyon szereti az állatokat, úgyhogy mindenképpen szeretnénk megkóstolni a süteményeket, ez egy kicsit támogatni a szakszolgálatnak a későbbi munkáját. Részt vettünk ezen a körséten. A családok és a pedagógiai szakszolgálat munkatársai egy önfeled délelőttöt tölthettek el együtt, addig, míg az időjárás közben nem szólt a programoknak. Változatos programokkal nyitották meg az idei szezont a Hagymatikumban. Többek között volt vízitorna, éjszakai fürdőzés és szauna szeánszok, valamint zenés produkciók. Ha a június, akkor szezonnyitó a Hagymatikumban. Hosszú évekre visszanyúló hagyomány már a komplexum életében, hogy a nyári időszak beindítására színes programokkal készülnek a vendégek számára. Az idei kikapcsolódási lehetőségekről Lajtosné Pap Noémi divízióvezető számolt be televíziónknak. Vízi foglalkozás is van gyermekeknek, kézműves, illetve kreatív sarok, valamint hívunk fellépő vendégeket is, amellett, hogy egésznapos programról beszélünk, tehát éjszakai fürdőzéssel, DJ-vel zárjuk a napot. Mindig van valamilyen zenés műsor is. Nippon Zengo volt a vizes elemünk, most Andi nagyon átmozgatta a vendégeinket a vízben, úgyhogy szerették a vendégek, és a hangulatfelelősünk DJ Molnár a nap folyamán, illetve ugye a szaunánk is várja a vendégeket, nem csak télen, illetve össze, hanem tavasszal, nyáron is. Oda vendégszaunamesterek is érkeztek hozzánk Tiszakécskéről, de a saját stábunkkal is természetesen találkozhatnak. A zene sem maradhatott el. A délután folyamán először Rózsa Kitti, a Szegedi Nemzeti Színház művésze szórakoztatta műsorával a vendégeket. A fiatal tehetség megosztotta, hogy örömmel érkezett a fürdőbe, és hogy milyen zenéket hozott a fellépés alkalmával. A Hagymatikumban többször voltam, mint vendég, élveztem a termálfürdőnek az előnyeit. Ezen kívül még fellépőként még nem jártam itt, ez az első alkalom, amit nagyon nagy örömmel fogadtam. Rengeteg stílusból hoztam a nézőknek, hallgatóknak egy kis talpalávalót igazából, hogy a nyárnak a hangulatát megalapozzuk, és most már vonzuk be a jó időt Makóra is. Hallhatnak egy kis Oda vagyok magáért, Széchy Pál dallamokat, de felcsendül egy kis Gyere te némand, és hasonló kis boldog dallamok. Majd a rock and roll, rockabilly és a country zenei világát hoztál a Pam Kims trió, akik már szinte hazatérő fellépői a fürdőkomplexumnak, és most is egy fergeteges koncertet adtak a Hagymatikumban. Fölcsendülnek Chuck Berry, akkor Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, akkor Simon és Garfunkel, nekem a személyes kedvencem, valami Johnny Cash dalok, pillanatnyi hely, illetve a helyszín, illetve a
hangulat eredményezi azt, hogy milyen dalokat játszunk, tehát megint programunk nincsen soha előre, hanem a gitárosunk Tibor mondja, hogy mit játszunk, és akkor 1, 2, 3, 4, 5, ahogy beszámol, és már megy is a dolog. A szezonnyitóra nem csak a térségből, hanem a határon túlról is érkeztek, akik örömmel osztották meg stábunkkal benyomásaikat. Körülbelül már vagy 3 éve, ha nem több, mint Romániából jövünk. Miért választják a hagymatikumot? Mert szeressük a mint fürdő, a gyógyfürdő is jó, meg emit is jó, úgyhogy szerettünk ide járni. Hányan érkeztek? Hát 42-en Lugosról vagyunk az étteremmel, és lehet válogatni ki, mit szeretne. Vannak jó ételek, jó főznek, jó magyaros étel. A nap hangulat felelőse DJ Molnár László volt. A kicsikre kreatív sarok várt, ahol kézműveskedhettek a gyerekek. Már meg is van a következő nagyobb rendezvény dátuma, a Fürdő Fesztivál. Július 15-én és 16-án várja a kikapcsolódni vágyókat és a víz szerelmeseit. A makói levéltárban nyílt meg nemrég Dömötör Mihály kiállítása, amelynek témájára a pandémia időszakában véletlenül talált rá. A fotóművész ezúttal speciális technológiát használt, amellyel még különlegesebbé vált a tárlat. A koronavírus járvány alatti lezárások idején találkozott szembe a kiállítás témájával Dömötör Mihály, akinek otthon rendrakás közben akadt a kezébe egy kutyakoponya. Ezt kezdte el fotózni, amíg végül kutatása elvezette a Szegedi Tudományegyetem élettani, szervezettani és idegtudományi tanszékének csontgyűjteményéig, ahol rengeteg időt töltött el, és teljesen belefeledkezett a munkába. Csináltam körülbelül 8 képet, egyszer csak szólnak, hogy 3 óra van, haza kellene menni. Se ebédelés, se semmi, szerintem csak egy maximum egy fél óra telt el. Tehát van az a fajta extatikus állapot, amikor kiesik a reális idő, és akkor csak fényképeztem, a lábát fényképeztem a csontváznak, és utána többször mentem, nagyon sok segítséget kaptam, és ebből állt össze tulajdonképpen ez a gyűjtemény. A fotóművész televíziónknak elárulta, a nemrég nyílt tárlat különlegessége, hogy speciális eljárással készültek el a végleges képek. A tartalom az látszik, de kicsit különleges a forma, mert hogy ilyen bizonytalan, hogy mi is ez, hogy fotó, vagy grafika, vagy mi. Nyilván fotográfusként fotó az alapja, digitális fénykép, és ilyen furcsa ecsetvonások látszanak itt a képek szélén. Ez attól van, hogy ez egy hibrid technika, ugyanis a legmodernebb digitális technika van ötvözve az egyik legősibb fotótechnikával, ami a cianotípia. A makói levéltárban a művész 25 fotója, a sorozat fele lett kiállítva. Ezek július 6-áig tekinthetők meg. Dömötör Mihály szerint már csak azért is érdemes ellátogatni, mert hasonló technológiával készült képekkel még nem lehetett találkozni városunkban. A nemrégiben elhunyt testnevelő pedagógusnak, sportszeretőnek, Kovács Lászlónak állít emléket az a labdarúgó torna, amit első alkalommal rendezett meg a hétvégén a Makó FC. Utánpótlás gyermekek mérkőztek meg egymással, akiknek az esemény remek lehetőséget biztosított a játékra és a gyakorlásra. Szinte az összes korosztályban véget értek a labdarúgó bajnokságok, mégis szurkolástól és gyerekzsivajtól volt hangos a Makó Aréna vasárnap délelőtt. Az egyesület számára egy régóta dédelgetett álom volt, hogy létrehozzanak egy focitornát hagyományteremtő szándékkal. Sokat gondolkoztak azon, hogy mi legyen a neve, de egy szomorú hír mindent megváltoztatott. Kovács László testnevelő tanár edző, akit mindenki csak Laci bácsinak ismert, márciusban az Égiekhez költözött. Így nem volt kérdés, hogy az ő nevét viselje a rendezvény, hiszen nagyon sokat tett a makói labdarúgásért. Laci bácsi 1963 óta pedagógus, és gyakorlatilag 1999 óta a MUFC, a Marosmentú FC edzője volt, és gyakorlatilag élete végéig a gyerekeket a labdarúgás irányába terelgette leginkább, meg nyilván a sport irányába. Tehát én megbecsülni se tudom, hogy hány száz vagy ezer gyerek fordult meg a kezei között, és kezdett el labdarúgásban részt venni, köztük én magam is egyébként. Gyere, gyere, gyere,
A sporteseményt elsősorban az U9-es korosztályú gyerekeknek hirdették meg, ugyanis Laci bácsi is ilyenkorú gyerekekkel foglalkozott a legtöbbet, illetve a Bozsik fesztiválokon kívül kevés lehetőséget kapnak a mérkőzésszerű játékra. Az eseményen Laci bácsi családtagjai is megjelentek, akik büszkén ültek fel a lelátóra és nézték a felnövekvő generációt. Szeretném megköszönni a család nevében az, hogy az egyesület így hozzáállt, és ezt a tornát megszervezte, és nagyon örömmel jöttünk, és fel is ajánlottunk egy kupát a család nevében a legtehetségesebb makói kisfocistának. Ugye Laci bácsinak tényleg a sport volt a mindene. Ön hogyan látja ezt? Hát ez éltette annyira, hogy az utolsó pillanatig még játszott velünk, focizott. A gyerekek körmérkőzéseket játszottak a labdarúgás szabályait alkalmazva. Makó mellett a Grosics Akadémia, a Hódmezővásárhelyi FC, a Szarvasi FC és a Szőregi RSE csapatai vettek részt a tornán. A legkisebbektől azt is megtudtuk, hogy melyik a kedvenc csapatuk. Makó, Chelsea, Ferencváros, Chelsea. És milyen játékosokat ismertek? Neymar, Mbappé, Messi, Ronaldo, Az összes csapatból ismerek egy játékos kb. A gyerekeket éremmel és oklevéllel jutalmazták, valamint külön díjban részesült a legjobb játékos és a kapus is. Most pedig érkezzenek a legfontosabbak, még egyszer röviden. Haydn és Werner művek csendültek fel a belvárosi templomban. Családi nap keretében is ünnepeltek a makói pedagógiai szakszolgálat tagjai. Kovács Lászlóra emlékeztek Makón a labdarúgók. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a június 13-ai keddesti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!